Erotika. Ah. Mi volt életed első erotikus élménye? Hatodikos voltam, és táboroztunk, akkor éppen tudtam menni. Lehet, hogy pont az az év volt, amikor az osztálytársaim szülei összedobták. És a táborban a fiúk tanították egymást, hogy mi az a maszturbálás. És én azt sem tudtam, hogy mi az a szó. Pedig hatodikos voltam, tehát hogy milyen későn érő vagyok. Egyáltalán nem foglalkoztam ezzel a témával. És akkor ott mondták, hogy az mi, és azt hogy kell csinálni, és hogy mire kell közben gondolni, meg nem tudom én micsoda. És akkor úgy voltam vele, hogy fú, ez nagyon izgi. És akkor én emlékszem, hogy így úgy mentem így a zuhanyzóba, hogy itt fú, ha amit a fiúk mondtak, azt ki kéne próbálni. És akkor nekem ez egy ilyen olyan élmény volt, amikor azt éreztem, hogy na ez az erotika, hogy most megtanulom, hogy mi az az erotika, holott ez inkább a szex volt, meg az orgazmus körüli kérdések. De hogyha erotikus dolgot kellene mondanom, akkor pedig az nekem ilyen nagyon ijesztő, vagy ilyen ijesztően erotikus volt, ijesztően vonzóan erotikus volt, amikor a király először mint férfihoz közeledett hozzám. Tehát az így annyira furcsa volt meglátni benne nem csak a barátot, hanem a nőt, hogy ez egy ilyen nagyon erotikus élmény volt. És amikor először lefeküdtünk ebbe a bizonyos Horányi házban egymással, hát akkor az egy ilyen, ja, aha, ja, hogy az ilyen, aha, oké. 21 voltam. Azt mondom,